Üdv mindenkinek, ez a Hauber Zsolt Újrajátsza videósorozat 12. epizódja. Február óta vagyunk így együtt, és tulajdonképpen már egy egész évszak eltelt, ez a negyedik hónap, hogy péntekenként ezzel a sorozattal jelentkezem, ti pedig ezt remélem, hogy várjátok, és egész jól megszokhattuk itt egymás társaságát, én már várom a kommentjeiteket, az észrevételeiteket, és hát remélem, hogy ti megvárjátok minden pénteken a következő részt. Az egyik kommentelő, méghozzá Kovács Zsolt beletrafált a mai részbe, hiszen azt írta, hogy nem tudom, kívánságműsora, de ha lehet, a szárnyas fejvadász is szerepeljen itt, hát ez a mai rész, a szárnyas fejvadász. Így teljesüljenek a kívánságaid. A szárnyas fejvadászt én szerintem utoljára kb. 30 éve játszottam. Ha jól emlékszem, de javítsatok ki, hogyha nem, a Petőfi csarnokban játszottuk utoljára színpadon, és hát az igencsak régen volt. Nekem is föl kell elevenítenem, nagyon izgalmas kaland ez számomra is, és várom, hogy mi sül ki belőle. A mai filmajánlatom az kettő film. Az egyik az elsősorban a zenéje miatt, ez a Stranger Things nevű sorozat. Én mikor meghallottam a muzsikát, azonnal beleszerettem, nem is igazából a történetbe, hanem a zenei világba, ugye ez a retro szinti wave hangulat, ahol játszódik, az a 80-as évek világa, az a másik, ami miatt ez nagyon tetszett nekem, és azóta is emiatt nézem elsősorban. Egy nagyon lelkes rajongó csinált is az Induljon a Banzaira egy ilyen Stranger Things videóvágást, nagyon-nagyon tetszik. A másik film pedig egy igazi, pihentető, lenyugtató filmsorozat, aminek az a címe, hogy Detectorists, ami két embernek a kalandjairól szól, akik egy vidéki kisvárosban élnek, és minden szabadidejükben profi detektoros készülékkel járják a falu határát, a különböző földeket, abban a reményben, hogy egyszer egy nagy kincsre lelnek, néha több száz éves pénzérméket is találnak, de a vágyuk az a szuper nagy kincs. És hát az ő kalandjaik, az ő történetük nem egy pörgős film, de kikapcsolódásnak szerintem nagyon alkalmas. A címe az, hogy Detectorists. Könyvélményemet osztom meg veletek, ami miatt tulajdonképpen én megszerettem az olvasást. Én szerintem mindenkinek kell egy olyan könyv, ami egy fordulópont, és ami egy olyan élmény, hogy onnantól kezdve az ember szeresse és vágyjon arra, hogy írott anyagot is olvasson, és ez pedig nem más, mint Dallos Sándortól a Napszerelmese, Munkácsi Mihály életének a kalandos regénye. Eleve a történet is nagyon-nagyon szuper, nagyon büszkék lehetünk a Munkácsi Mihályra, mert azért ő elég magas színvonalon és elég szuper dolgokat tett le az asztalra, és hát az örök kivalóságnak festett. Dallos Sándornak van egy olyan írói képessége, hogy egyszerűen nem is lehet letenni. Tehát nekem ez egy olyan könyv, amit egyszerűen nem tudtam letenni, elkezdtem olvasni, és átéltem, és együtt mozogtam a történettel, nagyon-nagyon megszerettem, és Dallos Sándornak szinte az összes könyve, regénye, novellás kötete, mindegyik nagyon-nagyon jó, és nagyon emberszerű, főleg amik az ő korában játszódnak, ugye a két világháború közt, azok a történetei is annyira magával ragadóak, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges író, és nagyon szépen ír. A Napszerelmese. A Szárnyas Fejvadász egyébként pontosan ugyanabban a garzonban született, mint a 1984, és ehhez kapcsolódik, hogy My Uploadman kérdezte, hogy milyen szintig láthatók ott a fotón, amit mutattam a 84-es filmben, az pedig hát nem más, mint az alaphangszereim, amit a koncerteken is láthattatok. Egy Roland D20 és egy Akai AX80 látható. Ezeken készült az 1984 album rám vonatkozó dalainak a többsége. Ugyanebben a garzonban íródott, amiben a 84 is, itt nem volt ilyen atrocitás a szomszéddal, ezt meg tudtam oldani fülhallgatóval, nem itt ebben a lakásban próbáltuk össze a dalt és a szöveget. Minden esetre ehhez a lakáshoz nagyon jó élmények fűznek, hiszen elég sok későbbi dalnak a zenei alapját is itt írtam meg, úgyhogy valószínűleg ennek volt egy olyan jó kisugárzása, ami ilyen hatással volt rám. Érdekes egyébként még, hogy én a legtöbb dalomat a Bonanza ideje alatt állva írtam. Mostanában ugye ülök itt a gép előtt, és pötyögök, és jobbra fordulok, balra fordulok.
Érdekes, hogy akkoriban felállítottam az állványt, ami a koncerteken is látható volt, ez a ferde ilyen delta formájú állvány, és mint egy koncert hangulatba én állval írtam a dalaimat. Ez mostanában tűnt föl nekem, és mostanában visszagondoltam, ott álltak mindig a szintik, és akkor nekiálltam a szószoros értelmében, és úgy addig írtam a dalt, amíg valamilyen formában el nem készült, de ez mindenhol történt, ez érdekes szerintem. Rá is térek a kommentekre, amiket kiválogattam. Homo Sapiens írja még 1984-re természetesen. Ez a dal már régen elmúlt, ez a dal még mindig tart, ennek a dalnak sose lesz vége, ez egy szuper asszociáció a szövegre, de a zenére vonatkozóan nagyon egyetértek, és ez egy jó meglátás. De alapvetően én azt gondolom, hogy a dalok, a zenék azok örökké megmaradnak valamilyen formában, a szívünkben, kottában, interneten, CD-n, file formátumban. Jó sok lehetősége van a zenének, hogy fennmaradjon. Az én fejemben mindig ott vannak a zenék, az én fejem az egy ilyen zenei tár, régiek is, újak is folyamatosan benne kavarognak. Szira 75 kérdezi, szia Zsolt, szia Szira 75, milyen érzés volt a zenéidet 13 ezer ember előtt játszani a BS-ben először? Nekünk örök élmény marad a 91-es BS koncert, meg persze az összes, amin ott voltunk. Igen, a 1991-es BS volt az első olyan élmény az életemben, ami ilyen hatalmas közönség előtt zajlott, és félelmetesen jó érzés. Ez akkora nagy katarzis, hogy már meséltem róla, de nem győzöm ezt újra és újra elmondani, hogy amikor ugye összegyűlünk ennyien, a 13 ezer rajongó, hallgató, és mi a zenekar, én a zeneszerző belül, azt óriási boldogság fog el, hogy ilyen sok emberhez eljut az, amit én a lelkemből megfogalmazok zeneformájában, mások elé tárok. Persze ez mindenki hozzáteszi a sajátját, de mégis egy zene az alapvetően, ami belőlem születik meg, és az eljut másokhoz, és másoknak örömet okoz, és inspirálja őket arra, hogy táncoljanak, énekeljek, jól érezzék magukat. Fantasztikusan jó érzés, boldogság, nem is tudok erre jobb szót mondani. Ego Nov írja, szia Zsolt, szia! Kíváncsian vártam ezt a dalt, hogy az 1984-ről beszélünk, leginkább azért, mert a Bonanza lírai repertoárjában zeneileg ez áll hozzám legközelebb. Azt hiszem, bármilyen feldolgozásban szívesen hallanám, annyira jól megvan írva, köszönöm szépen! Régóta szeretnék kérdezni valamit, csak összefoglalom. Pályát során használtál-e moduláris szintetizátorokat? És mi a véleményed róluk? Ugye a moduláris szintetizátor ugye az, amiben rengeteg tekergető és mindenféle módon összeköthető programozási lehetőség van. Ugye a Vince Clark ennek a nagyon nagy mestere, aki a Moog modulárnak a falnyi méretű effektparkjával szokott dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy ez nem az én világom. Ugye ezekkel a moduláris szintetizátorokkal az ember saját maga hoz létre szintetikus hangot, szintetizálja a hangot oszcillátorokból és mindenféle szűrőkkel. Nekem ez nincsen türelmem, engem ez nem is inspirál. Én azt szeretem, ha készen vannak a hangszínek, és engem maga a hangszín inspirál, és abból találom ki a dallamokat. Olyan szintetizátorokat használok főleg, amiben nagyon sok prezet van. Szerencsére a cégek, amelyek ezeket a virtuális hangszereket gyártják, elég sok hangszint prezetet kínálnak, és még utána is, utólag is nagyon sok prezet bankot lehet. Ez egy külön szakma egyébként, akik ilyen szintetizátor hangokat készítenek, le a kalappal előttük, én nagyon hálás vagyok nekik, nekem nagyon sokat segítenek, és engem sokkal jobban inspirál zeneszerzése egy kész jó hang. Kefe 13 kérdezi a technikai hátteremet. Ez egy nagyon egyszerű technikai hátter, amit nekem van. Van két Bose hangfalam, ami teljesen sima a házi hangfal. Én ezt szoktam meg, és nagyon szeretem a hangját. Hozzá van kapcsolva egy ilyen nagyon-nagyon régi Pioneer erősítőhöz. Ugye egy keverőpultam egy hangkártyán keresztül működik, ami a Steinbergnek a saját hangkártyája, hiszen a Cubase-t használom a Cubase-zel.
és tulajdonképpen azt csinálom, hogy a hangfalból jön a saját hangom is, meg a mix is, és egy olyan hangerőt állítok be, hogy még ne zavarjon be a mikrofonba, de azért én halljam valamennyire. Tehát tulajdonképpen az egész mix élőben történik, a megfelelő arányokat beállítva. JD99 írja, hello. Lehet már más is kérdezte, de érdekelne, 95-től mondjuk 2000-ig, 2000-től 2005-ig, ugyanilyen sztorizós, szerkesztős videó. Hát én nem fogok leállni, a Bonanza repertoár elkészült, akkor nem szeretnék leállni, hanem tulajdonképpen én ezt folytatni fogom, ameddig van hozzá erőm és lelkesedésem, és ameddig ti támogattok ebben. Egy idő után utolérem a mai napot, egyszer, majd pár év múlva, és akkor onnan folytatom, és közben ugye születnek újabb dalok, én ezeket meg is osztom. A Facebookon csináltam egyébként egy olyan összefoglalást, ami ilyen sorozatokból áll, évtizedekre lebontva a szerzeményeimet, a fontosabbakat természetesen összegyűjtöttem. Most már, amit megosztottam, az a 80-as évek, 87, 88, 89. Most a 90-es évek sorozata bővül a 90-től 1999-ig. Ugye a 90-es év már megvan, most a 91-es évnél tartunk, ez a szárnyas fejvadász, ez lesz a második része a 91-es évnek, és hát majd jönnek tovább 92, 93, 94, és 94-től kezdve pedig a Bonanza utáni szerzemények, egészen a mai napig, és én ezeket folyamatosan fölteszem ebbe a sorozatba, a YouTube-on is igyekszem valahogy összegyűjteni, hogy legyen egy ilyen kronológiája a szerzeményeimnek, hogy egybe lehessen látni az egészet, és aki éveket akar kiválasztani, az lásson valamiféle rendszerszerűséget az egészben. Úgyhogy köszönöm az észrevételedet, folyamatosan lesz, egészen addig, amíg bírom. Haller Zsolt kérdez egy jó pofát. Szia Zsolt! Szoktál játszani dalokat csak úgy hobbiból, vagy inkább csak dolgozni ülsz le a hangszerekhez? Igen, hát az én szakmám azt, hogy dolgozom, az mindig kicsit ilyen furán hangzik a számból, hogy de hát valójában dolgozom a zenével, de rengeteget zenélek csak úgy. Fordul, hogy leülök dolgozni, de mégis hobbi zenélés lesz belőle, mert éppen úgy megy. Azt meséltem, hogy a zenénél ott nem mindig úgy alakul, ahogy az ember elképzeli. Ha a vidám zenét szeretnék írni, akkor elképzelhető, hogy egy nagyon szomorú lesz belőle, és fordítva szomorúnál vidám, gyorsnál lassú, lassúnál gyors. Szóval munkazenélésnél, ha éppen olyan hangszínbe botlok, vagy olyan groove-ot találok, vagy éppen jön egy olyan ihlet, akkor simán hobbizenélés lesz belőle. De ez fordítva is igaz, hobbizenélésből is néha előfordul, hogy csak úgy játszom. Mostanában a kisfiamnak szoktam játszani, és akkor, ha ő rábólint, hogy tetszik neki, akkor azt tovább viszem azt a motivumot, és akkor abból lesz leginkább dal, de sokszor előfordul, hogy csak ilyen pici ötleteim vannak, és akkor tulajdonképpen ezeket a kis ötleteket, ezeket eltárolom, és akkor később vagy munkacélra használom föl, vagy pedig saját dalt készítek belőle, ez nagyon változó. Hát ezek voltak a kommentek, és tulajdonképpen el is érkeztünk a szakmai részéhez a kisfilmnek, tartsatok velem, hamarosan folytatjuk. Sziasztok, akkor belekezdünk a szárnyas fejvadászba, így 31 néhány év távlatából. Ez egy igazi, szupergyors pogó, 180 a BPM, hát ez a legvadabb rave ritmusok világába tartozik, és én szerintem ez a leggyorsabb dalunk, ami volt a Bonanza történetében. Ennek megfelelően a hangszerelés is ehhez a gyors ritmizációhoz alkalmazkodik. Megcsinálom a dobokat, és akkor könnyebb a helyzet. Választottam egy intro snare-t, mert azzal indul az egész dal egy pörgetéssel. Elindítom akkor a számot. És nyomok rá egy legátót, plusz egy velocity-t. Szóval ez az intro. A pörgetés után a basszus és egy ilyen effektezett lábdob és egy effektezett pergő indítja a dalt. És ezeket játszom föl. H1. És emellé jön a lábdob.
Oké. Lábdob pergő, és emellé jön a basszus. A basszust azt több részből építem föl, eredetileg egy basszusa volt a dalnak. Az első az egy minimum basszus, ez játsz a fő motívumot, amit az eredeti dal is játszik. Ez következik. Szám, tulajdonképpen jön a melódia rész, először egy kis dobolás lesz. A felütésre jön már a pergő. Négy körből áll egy rész a dalban, és akkor mellé jön a lábdob. Pergő az TR-808, kedvenc dobgépem. Akkor játszom fel egy lábcint TR-808-ból. Tulajdonképpen megvan a dobképlet. Ez a lábcint ez játszik végig. Még egy crash jön be hozzá. Akkor megvan a minimum basszus. Ehhez párnak egy másik basszust is tettem, és ez egy picikét más játszik, az alját erősíti meg. Akkor a kettő együtt egy jó kis basszus képletet ad. És akkor együtt a két basszus. Következő az a fő melódia. Ezt a hangszintén megduplázom. Az előző az a Spire-ből jött, ez pedig a Legend szintiből jött, ezt már mutattam korábban, ez egy analóg hangszergyűjtemény. Következik a verze rész. Ott tulajdonképpen ugyanez a harmónia menet megy, mint a melódia rész alatt, csak bejön hozzá egy szőnyeg, és bejönnek hozzá a gitárok. Először jön a szőnyeg. A szőnyeget azt a jól ismert Solinából veszem. Múltkor már jó sokat beszéltem róla. Itt van az én egyik kedvenc hangszerem. Szóval következik a Solina. Csak a verzékbe játszik, illetve a szólalom alatt. A másik egy ilyen nagyon gyors arpeggio-szerű téma. Ez a basszust követi. Itt megint csalnom kell, és
le kell lassítanom, mert ez kicsit gyors lenne, hogy ezt a helyén akarnám följátszani. A gitár az egy ilyen strató jellegű gitár, ezt az MU2 UV-féle verziójából veszem, mert nagyon jó sztereója van és jó dinamikája is van. Verzerész utolsó ütemébe játszik. És a másik, az pedig a második verzében, és akkor tulajdonképpen így felelgetnek egymásnak a két gitármelódia. Persze ez kap majd egy jó ilyen stratóra illő effektet. Megvannak a gitárok, lemegy kétszer a verze, ugye az elsőben csak a végén megy a gitár, a második verzében már megy a gitár, közben is. Aztán jön egy rövid kis melódia rész. Egy fél melódia rész, aztán még egy verze. És akkor itt jön egy ilyen bridge rész. A dobokban van egy kis variáció, a bridge szólamokban szinte minden játszik, ami eddig. Kettő együtt. Ugyanezt játsszák a basszusok is. És ide választottam mellé egy hangszint. Ez olyan zajos és nagyon ilyen rekettes hangszínét választottam ide, hogy kicsit kiszóljon a dalból. És akkor következik a refrén. A refrénben a dobok maradnak, a lábdob játszik egy kicsit sűrűbben, tehát bejön az egyek mellé, bejön. Az eredeti dalban ott ilyen egyhangos basszus megy végig. Én ezt egy kicsit most megvariálom, így hogy két basszus hangból áll össze a téma, és a egyes basszus az egy ilyen oktávozós ritmizációt játszik, a másik pedig inkább az eredetire hajaz, és az pedig egyhangos verziót játszik, és a kettő teszi össze végül is a basszus szólamot.
Oké, és a másik basszus téma pedig... Ez egy picit új, ez nem volt, a gitárral bejátszottam egy kis témát ide. A refrén végére. És akkor jön a többi szóla. Először is van egy ilyen D50 bell. A D50 belt játsza még egy Juno. És a kettő együtt szerintem jó, kiegészítik egymást. Ezen kívül kitaláltam még ide a refrénbe egy másik témát. Egy ilyen szólamot. Egy hasonló hangszínnál még egy téma következik. És akkor az összes pici kis melódia az együtt. Ennek inkább egy ilyen vibrafonos, harangos hangszínt adtam neki, az jobban passzol hozzá. És akkor megérkeztünk az első pogózós melódiához. Ezek a dobók. Hangok jók, de vannak ilyen monofonikus hangszínek, ahol ha egymás után csak egy szólalhat meg, és hogyha össze van kötve a másik hanggal, akkor az nem szólal meg. Úgy ilyenkor az a módszer, hogy van egy ilyen fixed length nevű funkció, és itt fönt be van állítva, hogy a 8-adra, attól függ, hogy mit adok meg neki, olyan hosszúra alakítja az összes hangot. Ha itt nyilván 16-odot vagy 32-et, tehát most adott neki 16-odot, akkor a hosszúságokat átalakítja rövidekre. De a 8-ad az jó volt. És akkor minden hangot ugyanolyan hosszúra megcsinál, ez is nagyon nagy segítség. Alsó basszus. Ez egyébként egy négyzerep számba van konkrétan ez a basszus. Körülbelül ilyesmi. Van
van benne egy kis gitármelódia. Ilyen kicsit ilyen torzított gitárra emlékeztet, és akkor kettő együtt jó. Ennek a jó kis pogós résznek a melódiája. Visszamegyünk a verzére. És akkor jön a bridge rész. Kétszer lemegy, utána jön a pogó rész. Itt jön egy ilyen kiálló rész, amit szintén kicsit jobban megtöltök hangszerekkel, mert nincs szöveg. Először is a végére, amikor beleérkezünk a refrénbe, akkor teszek ilyen reverse hangszint. A TR-800-ból egy ilyen low, alacsony tom hangszint. Teszek ide egy ilyen effektszerű pergőt. És akkor a basszusok játszanak, főleg van ez az arpeggio-szerű D. Minimum és a másik ugyanezt játssza. Bevetek egy új hangszert, szerintem ez még nem volt, ez az Engine. Az pedig D3. Jó pofa hangszín. És a második felében ott megszólal egy téma. Ezt két hangszínnel játszom föl. Még egy hangszín játssza ezt, a Fairlight. Ez lemegy háromszor.
érkezünk bele a refrénbe. Egy dolgot elfelejtettem, a brass fúvós szekció, az lemaradt, az mindig a pogós melódia rész végén játszik. A végén ugye két ilyen melódia pogózós rész van, és a második végében még, illetve a második felében még belejön egy ilyen plusz hangszer. És így ér véget. Na, hát tulajdonképpen elkészült a dal, indul a pörgetéssel, bejön a effekt pergődob és a első basszus téma. Majd belép a lábdob pergő, a fő melódia és a másik basszus is alá játszik. Elindul a verze, maradnak a basszusok és hozzájön a szőnyeg, plusz ez a finom arpeggio. És a részek végeként pedig a gitár. Ez lemegy még egyszer, meg beindul a gitárnak a másik fele. Akkor van egy rövid átvezetés. Ez végül is a melódiának a fele. És akkor megérkezünk a bridge-be. És következik a refrén. És a refrénben ugye itt vannak az új kis apró finomságok. És akkor jön a pogózós rész. Egyébként ez a melódia, ez természetesen MU2-ből jön. Ismét egy dupla verze, átvezetés és két refrén. Bogózós rész, és jön a kiállás, ami egy picit új. Bejön a melódia. És megérkezünk a refrénbe. Két refrén, és jön a bogós rész. Ez lemegy kétszer, és a brasszal zárul le végül is. Annak ellenére, hogy ez egy 180-as rendkívül gyors dal, 4 perc, pedig semmi extra nincsen benne, hát ő a szárnyas felvedesz. Elkészült a dal, remélem, hogy tetszett ez a verzió nektek, amit újrajátszottam. Ez volt a 12. része a Haug Bázsót újrajátsza sorozatnak, az 1984 című albumról a második.
Maradunk még az 1984 albumnál, találgathattok, hogy mi lesz a következő részben, ami már a 13. része lesz a sorozatnak. Jövő héten ez fog következni, a meglepetés, találkozunk akkor is. Vigyázzatok magatokra, tartsatok ki, viszlát egy hét múlva. Sziasztok!